A szakiskolák egy picikét, hát nem is azt mondom, hogy le vannak nézve, de nincs akkor a presztízsük, mint mondjuk egy gimnáziumnak. De ha jobban belenézünk, akkor pedig sokkal életszerűbb és sokkal hasznosabb tudást adnak. De ez hogy, hogy élted meg? Mennyire volt ez részletes, amit ott, ott kaptál? Mert hogy csak ez indított el. Hát elég részletes volt, bár azért egy 15-16 évesnek, amikor ugye bekerül a középsuliba, lehet, hogy még kicsit korábban is, amikor ugye bekerülünk egy ilyen számvitellel találkozni, hogy a egy picit kínai volt, de, de nagyon jó alap volt. És most ugye bármilyen más szakról beszélhetnénk, én azt gondolom, hogy egy ilyen alapvető tudás nagyon jó, sőt, kiegészíteném azzal, hogy egy pénzügyi alapismeretek, széles körben is jó lenne ugye az egész társadalomban, ugye a fiataloknak, hogy tanulják meg a pénzértékét, tanuljanak meg vele bánni, takarékoskodni, és ne legyen életidegen nekik, amikor kikerülnek a való életbe, vagy akár egyetemistaként is be kell osztani a pénzüket. Tehát nagyon jó lenne egy olyan tudás. És nem azt mondom, hogy feltétlen csak gimnáziumban, hanem ez mindenhol. Uh -huh. Én nem, nagyon megdöbbentem gimnáziumban, egyetlen egy ilyen óránk volt, és azt vettem észre, hogy mindenkit nagyon-nagyon érdekelt, és gondold el, hogy még meg is marad bennem így emlékeimben. Téne. És ténylegesen, amúgy, hogy, a, hogy ez annyira meghatározza az életünket, hogy nagyon jó lenne, hogyha tényleg szakemberek jönnének ki, és mondjuk egy, egy kidolgozott koncepció mentén segítenének. Mert hát Ugye a pénzügy, a háztartás vezetés, az emberi kapcsolatok, az egészséged, ez, ezek, ezek azok a alapvető emberi pillérek, amiből összejön egy, egy mondjuk boldog teljes élet, vagy összejöhet. Igen, és ugye rossz döntések is születhetnek, akár hosszú távon, és most ha pénzügyi részét nézem, akkor akár az 15-20 évre is szólhat, és hogyha valaki már az élete elején egy ilyen rossz döntést hoz, akkor az később csúny, vagy annak később csúnyán megihatja a levét. Voltam korábban egy a görög-katolikus ilyen roma egy ilyen, pont egy ilyen tájékoztatáson, vagy volt egy ilyen nap, ahol arra kértek, hogy a pénzügyekről beszéljek, és azt láttam, hogy szinte mindegy, hogy a középiskola végén, vagy, a, vagy az egyetemista éveid elején, vagy a tudásod a pénzügyekkel kapcsolatban nem nagyon fog változni. És ugye akkor belegondolhatunk, hogy ha valaki 22-23 évesen kikerül az életbe, mint dolgozó felnőtt, honnan lenne plusz információja? Nyilván megtanulja időközben, megérik az ember, és nagyon sok inger éri. Viszont azért erre én azt gondolom, hogy tudatosan kellene figyelni már az oktatás terén is de szerintem vannak is ilyen törekvések, hogy ilyet szeretnének bevezetni. Uh -huh. Amúgy uh, ezek a pénzügyi döntések, amiket az ember hoz. Én már amúgy nagyon-nagyon uh, fiatalon elkezdett az élet tanítani. Hiába amúgy vállalkozó családban nőttem fel, tehát láttam meg, úgy, hogy azért a szülők vigyáztak a pénzre, de, de azért uh, mégis, amikor a saját bőrén tapasztalja meg az ember, azért az nagyon fájdalmas. Nekem ugye ott kezdődött, hogy ugye a, szerintem nagyon jó lenne az emberekkel megtanítani azt, hogy ne adj kölcsönt, vagy ha kölcsönt adsz, akkor mi az, ami ennek a következménye lehet, és mi az a forma, amivel talán egy kicsikét védetté válsz. Nekem ugye az első az az volt, hogy egy csibészebb általános iskolában nőttem fel, és ö, ott voltak nagyobbak. Te Igen, igen, a Szoboszlóiba. Aha. És ö, ott én mindig a nagyobbakkal akartam lenni, az érettebbekkel, stb. Na hát, de én voltam mondjuk 11-12, és akkor nyarant én mindig dolgoztam, volt egy kis zseppénz félrerakva. És mindig lehúztak. Mindig átvertek. Tehát, hogy ó, hogy egy kicsit kölcsönt, visszaadunk 5000-rel többe. Ez a... Mindig ez van, hogy hozzuk, és 5000-rel több, vagy ennyivel, vagy annyival lesz több, és akkor ugye... Hogy Csak az ember... a templomig viszem. Igen, igen, és az embert milyen érdekes, hogy ilyen, ilyen belülről elkapja az az érzés, hogy igazából semmit nem kell csinálnom, és akkor lesz egy nagyobb összeg nálam. És hogy mindig bebuktam. És ugye ez volt az általános iskolai dolog. Azért ez alakul, mert ugye a fiatalokban lehet, hogy nagyobb a nyereség utáni vágy. De későbbiekben azért én ezt a pénzügyi területen tapasztalom, hogy az emberekben viszont későbbiekben sokkal nagyobb lesz a veszteségtől való félelem. Tehát, hogyha mondjuk egy elég switch lesz, de ha egy befektetés nézek, akkor sokkal inkább a magyar lakosság nagy része óvatosabb, főleg ha mondjuk egy nagyobb összeg befektetéséről beszélünk, akkor nem azt mondja, hogy hát legyen inkább egy magasabb kockázatú részvénybefektetés, hanem inkább azt mondja, hogy lassan, de biztosan inkább kötvényekbe, Kíváncsi lennék, hogy ha fiataloknak adnának egy fix összeget, akkor ők mit válaszolnának, de az a gyanúm, hogy inkább kockáztatnának. Kockáztatnának. Verszé. Igen. Tehát amikor nem égeted meg magad vele, akkor ugye. Meg főleg naív vagy. Tehát, hogy azt gondolod, hogy én is visszaadnám ő, miért nem adja vissza? Hát azért, mert ő arra állt rá, hogy úgy is tudja, hogy igazából a törvény nem fog ellene menni, mert hogyha nem volt papírírva, ha nem volt két tanú, akkor hogyha te most mit csinálsz, önbíráskodsz? Azért már háromtól nyolc évig terjedő szabadságvesztés kapsz. Kicsit elvittük a témát, de <laughs> igen. De mármint, hogy ezt nem tudják így az emberek. Tehát, hogy azt gondolják, hogy amikor mondjuk, és majd akkor visszatérhetünk a... A, vagy majd beszéltünk a kölcsönről, uh -huh. mint ami szabályzott kereteken Bilányos. belül megy, csak ugye egy kicsikét a, a gyerekkorom sérelmeit, hagyd mondja, De hogy ön, ténylegesen nem tudják az emberek, hogy... Ön... Keresztesi Péter exkluzív kiadás gyerekkori sérelmek kettő. Ebből azt akartam kihozni ebből a saját sztoriból, hogy fogalmunk nincs az embereknek arról, hogy te igazából nem tudsz hozzájutni a pénzhez, hogyha ezt nem papíroztad le, nem volt két tanú, nem volt volt, nem volt rá egy fedezet, stb. 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 És még ha volt, is akkor évekbe telik. Így van. Még Ogy... úgyse feltétlen, mert hogyha mondjuk valakinek ez eljut mondjuk bírósági szintre, és ott elkezdik valakinek tiltani a, a jövedelméből, hogyha esetleg nincs bejelentve, vagy ez nagyon alacsony, akkor nem tud mit csinálni, tehát ezen nagyon óvatosan kell bánni. Uh -huh. Nem csak a gyerekkorban, én uh -huh. a felnőtt korban is.